A hétfői munkaterület átadást követően ma már munkagépek dolgoznak a Duna utcában, elindult a kivitelezés. Az akadályt jelentő zöld felület bontása napokon belül a Hattyú utcában is megtörténik. Az önkormányzat műszaki ellenőrével végigjártuk a területeket. A Duna utcával talán a lakók látják, már elkezdődtek a munkaműveletek a zöld növényzetnek a bontásával, úgymond, tehát azokat a fákat, amelyek útban vannak, azok növényeket, fákat, cserjéket kiszedjük, majd aztán, ha minden igaz, holnap vagy a holnap utáni napon elkezdjük a bontását az úttestnek. Ezt követően kerülnek föld alá a közművek, majd indul az építés. A két utcában térkőburkolatot kapnak jelenlegi szélességükben a járdák és az úttest. A kivitelezés ideje alatt táblák tiltják majd a behajtást a Duna és a Hattyú utcába is. Nagyon nagy örömmel fogadták a hírt, hogy megújul. Mindenki tudja, hogy egy beruházás valamivel jár, kellemetlenségekkel. Úgy tudom, hogy nagyon sokan már most gondoskodtak arról, hogy az autójuk hova kerüljön, hogy tudják használni is. A 2. körzetben mozgalmas lesz a nyár, hiszen a Duna és a Hattyú utca mellett a nyár elején elindul az 5-ös utca felújítása, és elkezdődik a Váci utcai tömbelső következő ütemének kivitelezése is. Emellett zajlik a Vörösmarty utca felújításának előkészítése. A körzet képviselője bízik benne, hogy a beruházás ott is minél előbb elkezdődhet, és már dolgozik a jövő évi terveken. Nagyon felújításra szorult ugye a Vörösmarty utca, ezt tudjuk, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha jövőre a Kossuth Lajos utca is beindulna. Ha az utca felújítások alatt kérdésük, észrevételük lenne, kérik, keressék a helyszínen a kivitelező cég építésvezetőjét, de az önkormányzat műszaki osztályának munkatársai és a körzet képviselője, Magyarné Nagy Edina mindenben segítenek, ha szükséges, ígérte.